Sziasztok, srácok! Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit. Nos, elérkeztünk arra a pillanatra, amikor a Still Wake the Deep-et tovább fogjuk játszani. Elnézést, hogy így ennyit késegettem így a héten, csak ugye azt többször is na, bocsánat, több alkalommal is elmondtam nektek, hogy a honlap miatt azért itt vannak ilyen fennakadások, és ugye fontos, hogy legyen menetrend, és hogyha nincs menetrend, akkor ti sem tudjátok követni, hogy mivel fogunk továbbiakban játszani. Úgyhogy, ja, hát most egy jó darabig még nem is lesz, szerintem a jövő héten sem lesz, úgyhogy, ja, egy kicsit így, hogy is fogalmazok, egy kicsit hosszabb idő, viszont sokkal kényelmesebb lesz később majd szerkezgetni, meg stb. Sokkal több funkcióval lesz ellátva, amit nem feltétlen kell kihasználni, lehet, hogy nem is lesz aktív, de van ilyen funkció, úgyhogy ez majd attól függ, hogy mennyien leszünk, mennyire lesz érdekes számotokra a honlap, és hogy mennyi, stb. Mindegy, ezt majd ti eldöntitek, és akkor az alapján majd meglátjuk, hogy szükségetek van-e különböző szolgáltatásokra, vagy sem. Elnézést. Szóval, bocsánat, csak már ez nagyon mérő jött, úgyhogy ezt most már muszáj voltam nem magamban tartani. Úgyhogy na, ami itt fölöttem, ezt a csíkot illeti, ez a kedves napocskának köszönhető, ugyanis nem nagyon akarja eltűnni a zöld háttérről, úgyhogy ezt vegyétek figyelmen kívül, ezt a két kis pöttyöt itt, és értek? Itt, meg ott. Jó? Úgyhogy, na, ezen lesz a... Ezt ne vegyétek figyelembe, majd eltűnik lassan. Szóval, Still Wake the Deep, és ugye hát jó rég nem játszottunk már vele, egy hét kihagyás után újra kezdtük. Amire én emlékszem, hogy ha jól emlékszem, akkor ott tartottunk, hogy... Na, látjátok, már is tűnt. Ott tartottunk, hogy a generátorba kellett visszakapcsolnunk az áramot, ami igen nehézkes, ugyanis van egy ilyen kis csápos, szörnyes barátunk, aki valóban még annó a kollégánk volt, és hát ő nem nagyon szeretné, hogy felkapcsoljuk ezt a generátor energiaforrás, úgyhogy előző részben így félbehagytuk a dolgot, mert már nagyon hosszúra sikeredett volna a maga a videó, és hát nem igazán volt már arra idő, hogy ezt a részt befejezzük. Tulajdonképpen annyi a sztori, így röviden, egy ismétlésként, hogy ugye egy olajfúró tornyon dolgoztunk, mint munkás, ugye tönkrement az életünk, mert még nem is, tehát nem elég, hogy letartóztattak, nem elég, hogy elszöktünk tulajdonképpen ide a rendőrség elől, vagy igazániból mondhatjuk így, de még a feleségünk is el akar válni, és még a főnökünk is ki akar rúgni, pont ez miatt a rendőrségi probléma miatt, és akkor erre megérkezik egy ilyen óriási nagy érdekes téma, ami az olajfúró torony életében meghatározó szerepet töltött be, és ez nem más, hogy belefúrtunk valami olyanba, amiben nem kellett volna, és hát ennek meg is volt a következménye, ugye ezt az előző részekben tapasztalhattuk, hogy mindenkit megfertőzött valamiféle vírus, vagy nem is tudjuk mi ez, egy ilyen lény, vagy egy ilyen organizmus, amitől az emberek kicsit átváltoztak, agresszívak lettek, különböző képességekre tettek szert, illetve eltorzultak. Ugye a főnökünk is ugye hát egy kicsit megsínlette ezt a dolgot. Több menekülési lehetőségünk lett volna, de ugye a csónakokban spórolt a cég, a helikopter lezuhant, mert nem vártak meg bennünket, úgyhogy most már csak egyetlen egy esélyünk van visszakapcsolni a generátort, és hogyha tudunk, akkor rádión keresztül üzelünk a kivonató hajónak, aki majd, vagy a mentőhajónak, aki majd eljön ide hozzánk, és akkor reméljük, hogy problémamentesen át tudunk szállni, bár nem hinném. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen útirányt vesz ez a dolog. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy lent vagyunk a generátor szobába, és az utolsó kapcsolót kell fölkapcsolnunk, ha minden igaz, ugye az volt az utolsó checkpoint, de lehet, hogy vissza fog dobni bennünket a játék, ugyanis olyan a játék, hogy visszadob az előző checkpointra, és az lehet, hogy mondjuk pont a generátor második vagy harmadik fokozatának felkapcsolásával kapcsolatos, úgyhogy baromi egyszerű, nézzük meg, hogy várjatok egy kicsit, fura volt, egy másodpercet kérjek, oké, okay. Szóval igen, úgyhogy nézzük is meg, hogy hova fog minket bedobni a játék, én már elindítottam, íme, egy gyönyörűség,
És akkor folytassuk a játékot, ami szerintem annyira nem lesz király. Most így a vége felé már kezd egy kicsit beszigorodni. Igen. Na itt van az a pillanat, amikor ugye a barátunk valahol ott van. Ott van. És valahogy, hát nekünk valahogy át kéne rajta jutni. Jöjjöjj. Ó, de csúnya vagy. És rávilágítunk. Hello! Hű, és ez pont ide jön? Az nagyon jó lesz tényleg. Oké, várjátok. Ja, hogy ő oda is felmászkál. Hát ő mindenféle zegzugot bejárkál, ahogy elnézem. Úristen, és hogy szaladunk el most oda? Na most. Futás. Kukucs! Ujj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 
Oké. Nem igazán tudunk tőle szabadulni. Oké. Aha. Oké. Na és innen hova fogunk átmenni? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Futás! Fuss, passzus! Ugolj már le! Nagyon meg akar bennünket enni. Ó, de jó. Oké. Így tudunk csak kijönni. De hova? Ez itt a óriási nagy probléma. Húha. Nagyon itt van. Őszintén leszek, innen lazán kibírna bennünket szedni. Sajnálom, hogy nem láttok, én se. Tehát pont annyit látok, amit ti. Konkrétan semmit. Megvárjuk, míg elbattyog innen. Mert itt van előttünk. Oké. Várjatok. Fölbóklászik oda. Vagy menjen egy kicsit hátra. Oké, most elment hátra, de még menjen. Mi az úristen ez? Hol bászol itt mindenhol, meg a tököm, meg a mit tudom én. Jó, na most. Most. Nem látunk semmit. Oké. Okay. Ott a relé. Adjuk neki kakaót!
Na most már látjuk, hogy néz ki a barátunk. Bassza meg! Oké. Okay. Halló? Finley? Kat? No, it's Brody. I thought it was Finley with the lights coming back on. It worked? Oh, thank Christ. Finley was here, but we get separated. You all right? Aye. The rig is me, though. We're starting to sink. Are you kidding me? How long till it goes under? Me van. Look, I need you to come down to the pontoons. If we engage the tension when she's in all four legs, we can buy some time. What's the point? The pontoons, the electricity, they fucking things. It's a fucking nightmare. What are you on about? You survived this long, haven't you? Aranyosak, hogy amúgy minket akarnak állandóan feláldozni. Somebody up there must like you. That's what Roy keeps telling me. Aye. Yeah, you're no wrong there. Okay. You're the jammiest bastard on this rig, and we need that right now. So let's do this. Aye. What do I need today? You engage the winches in legs A and B, and I'll do the others. Easy. There's a direct route down from engineering. Aye, all right. I'll find my way down. Top man, Kat. I'll give you a shout over the tannoy if we're in business. Oltári. Marha jó. Akkor valószínűleg erre kell lefelé mennünk. Ma megint lefele megyünk. Nem igaz, srácok. Oké, okay, ott volt valami. Ó, bassza meg, ez az egyik láb. A lefelé vezető, ez az A láb. Jó. Nincs valami poroltó, vagy víz, vagy valami? De, ott egy poroltó, vártak. Nem nyílik, vagy igen? Oké, okay, na. Hát porolt ó. Nem jön olyan akkor elaludni, úgy tűnik. Oké. Okay. Nos, hát itt van a csörlő, de hát ez nem úgy tűnik, mint aki nagyon működőképes. És hogy a picsába fogunk? Nekünk itt végünk van, srácok. Jó. Ugye itt már mi jártunk? Oj, ne. Ne. Már megint akrobata mozdulatok. Hűha. Jó. Nem nézünk le. Le fog szakadni a cső! Le fog szakadni a cső! Ugorj már! Kezd! Hallod? Minden elismerés volt ír. Komolyan. Aha, oké, és akkor... Ezt most így hogy csináljam? Vagy lefelé kéne, vártok? Ahogy nem azért a két filé, ez mi? Egy lift? Tudja, hogy leszakad, elhiszitek? Kapaszkodj! Jó, akkor kezdjük előről.
Ugor, bassz meg, na nézd le, gyerünk, Oké. Közben ilyen nagyon figurásan kapcsoltunk egy lámpát is. Akkor megpróbálom kinni a korláttól ugrani. 1, 2, 3. Oké. Várjatok. Arra nem tudunk elmenni. Úgyhogy csak erre. Nagyon örülök neki. Miért nekem kell ilyenekkel foglalkozni? Amúgy igazán kezdnek. Na! Aha. Hát ott nem tudunk tovább menni, úgyhogy meg kell várnunk, míg a lift lejön. Urák azok az árnyékok ott. Oké. Aha. Fura, hogy innen át lehet oda ugrani. Szerintem a csatornán kellene lemásznunk, van egy olyan érzésem. Mert ugye ott fölmegyünk, és ott megint zsákutca van, ott van valaki, akivel lehet, hogy nem kéne foglalkoznunk. Úgyhogy, hát, várjatok. Oké. Jó, hát, hát próbálkozzunk meg. 1, 2, 3. Wow! Bassza meg, rossz. Rossz gombot nyomtam meg. Elnézést. Nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Na! Akkor 3, 2, 1... What the f... Oké. Nem nézek le. Oké. Na arra kéne ráugranunk, és akkor elviekben szerintem egy jó darabig biztos, hogy lebírunk mászni. Ahogy elnézem. Jó. Oké. 3. 2, 1, várjatok, majd amikor egy kicsit visszább fordul. 1, 2, 3. Oké. De basszus! Hey, lent voltunk. Oké, már nem sokat kell lefelé menni, akkor ezt most már tudjuk. Oké, de király. Most mi történt? Jó. Nem olyan egyszerű. 1, 2, 3. Öcsém, ez a káz. Na. Vártok. 1, 2, 3. Tartsuk. Nem fel, le. Mász le, gyerünk. Hű, öcsém. Aha, és meddig kéne lemásznunk? Gyerünk. Oké, ezt elzárjuk. Baszta meg, ne szopass! Szivat! Most ugye csak azzal szivat, hogy vissza kell másznom? Ne már! Hát pedig de! Fuck! Oké. Hát nem, ott van egy liftkar. Tudunk odaugrani? Nem. Szerintem nem. Jó, kurva jó. Mász, gyerünk föl, még. Jó. És akkor... Ez óriási nagy szopatás. Nem jó. Nem tudunk, hogy menjek át itt. Nem tudunk fölmászni rajta.
Most meg kéne halnom. Hát ez szívás, úgy hívjuk. Oké. Okay. Akkor ezt már tudjuk, hogy le kéne vinnem a liftet. Ez zsír. Erről nem volt szó, hogy így megszopott a végére. Na. Akkor ott a liftünk. Ugye itt. Ah, tehát... nem tudjuk kapcsolni, hello. Hogy ugrok át ide? Nem vágom. Aha, várjatok, ez így feladta a leckét. Mert ugye... Mert ugye itt mászunk le, onnan. És ugye ott nem bírunk tovább menni, mert a lift itt van. De akkor meg... Baszd meg, nem már. És oda hogy megyek át? Hát de... Nem már, nem már, de köcsög. Jó. Akkor csináljuk azt, hogy ide fölmenjünk, valamiért erre is el kell jönnünk. Jaj, bocsánat, másik király. Földobta a leckét rendesen. De hát oda... Oké, itt nem tudunk lemenni. A biztosíték doboz. Ó. Tehát a biztosíték doboz az itt van. De itt ugye nem tudunk kiugrani. Sehogy. Lemászni nem tudunk teljesen. Párkányon átbírnánk mászni? Nem hiszem. Na jó van, nézzük meg. Szopat a játék, srácok. Oké. Semmi gond. Ott a biztosíték tábla. De hogy jutunk át oda? Ott nem tudunk. Az egy létra. Hogy jutunk át oda, srácok? Ott van egy cső. Áááá. Nem tudjuk a liftet lentebb vinni, mert a biztosíték doboz ott van. De ahhoz, hogy elmenjünk arra, a körbe kell mennünk ott alul. De oda alulra meg nem tudunk lemenni. Na most akkor mi van? Ugorjak le át oda, vagy? Várjatok, itt nézünk itt. Oké. Ott a biztosíték doboz, de nem tudunk átmászni. Látok? Nem tudunk átmászni. Lefelé meg itt véget ér a csatorna. Csak erre tudunk eljönni. Baszd meg. Oké. Ezt elzártuk. Akárhogy nézem, itt...
Itt nem tudunk átugrani sehogy. A rohadt életbe. Ah, várjatok, itt egy létre. Oké, okay, akkor itt a... Itt lebírunk jönni ide. Akkor... Akkor ki kell másznom itt a csövön. Vártok. Valószínűleg. Le fog szakadni ez is, mindjárt. Oké. Okay. Itt átjövünk. Itt a csöveknél, ez igen forró lesz. Jó. Itt följövünk. Itt a biztosíték tábla. Na! Húzzuk be. Működik a... Működik a lift. Na. Öcsém, mit érdezel? Ez csak egy létra. És mehetünk vissza. De jó, hogy pont most jött a rengés. Nem is értem, hogy miért kapcsolt ki a lámpa. Oké. Okay. Oké. Okay. És akkor... Aha, és még lentebb. És itt van egy létre lefele. Nyugi, semmi gond. Ne aggódj. Minden rendben van. Oké, itt van a csörlő. Meg mintha ott lenne valami más is. Na jó. Jesus Christ, ember, mi a tökömet csináljunk? Baszta meg. Miért van olyan érzés, hogy valakivel fogunk találkozni? Tentül meg vagyok győződve róla. Jó, hát üzemanyag az van. Az első feszítő csörlő újraindítása, jó? Oké. Okay. Hát akkor próbáljuk meg. Azt mondja, na nézzük, távolítsuk el a karokat. Aztán játszunk egy kis Street Fightot. És akkor utána... Most jön a csörlővezérlés. Oké. Keres utat a pontonokon keresztül a B lábhoz. What the? Nekem ebből rossz előérzetem van. Majd levegő! Oké.
more bodies on that. Jesus. Oké. Okay. Nem tudom, hogy működik egy olajfújró torony, de fogalmam sincs, mi a túrót húz. De mindegy. Oké. Okay. Most átmegyünk a ponton hídakon, ahol már egyszer jártunk valószínűleg. Hű, geci. Nem már. Halló? Túl nagy a tér és a csönd. Nem már, srácok. Miért kell erre mennem? Nem lehet itt átmászni, és akkor ott ki, meg úgy tudjátok. Bassza meg. Valakire valahogy... mennem. Kurva életben, még a szibbat is rám hozta. Aha, és most beengedjük a gátat? Aha, engedjük be a vizet. Új, új. Az baj. Ne. Rázok, de már nem. Miért baszik ki velem ez a játék? Amúgy miért kell nekem most oda bemásznom? Meg fogok halni. Amúgy tényleg. Ne már. Passzom. Jézusom! És még futni sem tudunk. Bassza meg! Bassza meg! Meg fogunk halni. Jézusom! Azt a büdös! Húzzunk fel ide a lépcsőre. Jézus Mária! Soha a bűnös életben nem fog dolgozni olajfúró tornyon, ezt jegyezze meg mindenki most. Jézus! Az rosszat jelent. Jó. Aha. Oké, okay, ne már, ne baszakodjunk. Másfele nem tudunk elmenni, ugye? Ha fönt kinyitjuk, akkor meghalunk. Tuti, telibe fog küldeni minket az ajtó, elhiszitek? Látszik, hogy meg van púposodva, úgyhogy biztos, hogy ez víz. Bah. 3, 2, 1. Hát ez nem úgy jött össze, ahogy kéne. Basz meg. Ez rendes lelki tellor. Látok. Utas utat a pontonokon keresztül, köszi bazd meg. Hát nincs más, oda kéne valahogy bemennünk, de valahogy el kéne ezt zárni.
Pedig sajnos másfele nem tudunk menni. De. Hé, hey, az előbb ez nem nyílt ki. Oké. Okay. Ezzel kinyitjuk a rácsokat. Oké, okay, ebbe akadtunk meg. Jó. Hát akkor egy kis csúszázás, srácok. Wow, wow. Bakker, ki tudja hova tévedünk. És ha most lett volna valami a végén? Mondjuk egy szivattyú. Már valami... Basz! Tomek! Úsz! Úsz! Örünk már! Miért nem nyitja ki az ajtót? Kibírjuk. Menj. Oh. Oh. Nagyon lassan úszik. Ez így nagyon nehéz, srácok. Esetleg itt? Ott van valami. Menj, 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 menj. Vegyél levegőt. Itt a rács. Meg fogunk halni. Nem találjuk a kiutat. Ah, hogy a picsába? Nem nyílik egy ajtó se. Hát itt még meg fogunk halni egy jó párszor. Oké. Okay. Ártat nézzünk szét még mielőtt bármerre is mozgunk. Purra el fogja árasztani a területet. Tehát fölfele el tudunk arra menni. Az addig stim. Gyerünk, ó, menj már! Oké, okay. Nézzünk szét. Ott tudunk valamerre átmenni. Emelkedik a vízszint. Oké. Okay. Ott be. Oké. Okay. És erre kell kiutat találnunk, itt. Itt van. Oké, okay. Erre nem számoltam. Nyissad kifele inkább. Na panaszkodj! Mindig csak panaszkodsz, kezd! Hogy lehetsz ilyen? Egy kis fuldoklás, egy kis nem kapunk levegőt játék, tök belefér, nem? Bossz! Zameg! Aha! És én? És most én? Nyissod már! Mi van? Nem már! S
sötét van, srácok. Halván lila fingom nincs, hova kéne mennünk. Azt meg rohadt ijesztő, de ott van valami. Luke. Ne már! Miért pedig nekem jut a szar? Kurva ijesztő ez a játék. Én, ha élőben lennék, lehet, hogy nagyon gyávának tűnök, de büdös életben nem csinálnék ilyet. Olyan csak viccel! Hello? Rosszul érzem magamat most. Hát nem húzunk innen. De kurva gyorsan. Megpróbál elkapni ez a kis szemétládna, de nem fogsz, te hólyag. Üdös kurva anyját. Hát nem tudom, de már ideje lenne elhúznunk innen a bús komor. Na mindegy. Ó, oh, bassza meg. Örülök neki, ráadásul itt minden olajos. Oké, semmi gond, nyugi. Minden rendben van. Megoldjuk. Húzzuk ki ezt a szart és tűnés ebből a kipasszott helyről. Menjek fel a lábam, köszik öcsém, hát én itt, amin mi túlmentünk, meg túl vagyunk, bekaphatod. Csak ennyit tudok rámondani, jó forró olaj. Öcsém. Föl. Milyen ajtó? Ó, oh. Jézus! Jézus, Atya Úristen, mi a picsa? Valami bajom van. Nem nézünk rá.
Ne nézzünk rá. Állj meg itt! Mi az atya úristen ez? Ez valami élőlény lenne amúgy? A végén biztos kiderül, hogy mi ez, ugye? Tényleg jól nézett ki meg amúgy, hűha. Már megint ez a kibaszott sötétség. Úristen, a szállás. Aha, halló? Can I fucking stand this cold? Jesus. Elhiszem, hogy nem bírod ezt a kibaszott hideget, de... Hol szeretnéd, hogy megmelegedjünk? Him. Thank Christ. I better check on Roy. Okay. Roy, fuck's sake. Oh, gosh, my son, the Lord. I've been worried sick. I'm sorry, pal. I've been out of the shop since I last seen you. What's going on, Cass? What happened with the chopper? That cunt tried to go without us, but... Well, didn't he work out well for him or the bird? Bloody hell, Cass. Is anyone alive? Aye, I saw Finlay. We had to get the jerrys on. And Brody as well, helping with the tension legs. Do you know what? I'm a fucking rig expert now. Told you to take no time. Yeah, I'm glad you've not been alone out there. Those two are alright. I saw O'Connor. He's one of the things, but... I thought... Ah, fuck, I don't know what I thought, but... Whatever it is folk are being turned into, there's something of them still in there. What's going on, Roy? It's all right. It's just me being clumsy. Okay. Give me a shot, I'll be right, it's rain. Do you need me to come and get you? Oh, no, I can do it. You saw this rig out? And the way to get us home. See you, girls. All right? Hi. You're a good lad, Kaz. That's why Suze loves you. She does, you know. Cass? Aye. Sorry, I have to go, Roy. Will you make it to the cabins all right? Yeah, I'm on my way now. You be on yours. I'm praying for you, mate. Remember, Jesus loves you, Cass. Everyone else thinks you're a con. All right, pal. Afters. De miért nekem kell mindig az egész ezért olajfúró tornyot itt kezelgetnem? A tököm ki van már. Halló? 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 Anyone there? Sus! Is that you? Oh, Jesus! This one's trying to give me a kicking and all. Going to be a wee boxer, eh? Aye, you wish. I wish I could see you. You're beautiful like this. Move on. Well, I feel like an elephant. Chris, what is this? Suze! Suze! Huh? Hát nekünk elmentek otthonról, ez tuti. Az mi? Kicsit melegedjünk át. Aha.
kicsit hideg van itt. És a hangok is olyan eléggé hajmeresztőek. Valami nagyon nem stimmel kezdel. Okay. Hűha, srácok. Istenem, végre egy ember. Fucking hell, how you doing? Better than you by the looks of it. Did you see any others? You mean anyone alive? I spoke to Roy. He's no doing great without his insulin. And I've no idea where Finley is now. I spoke to her a few minutes ago. She's stuck until she gets past Rennick. Or what used to be Rennick. Feels like everybody's deed are worse. And I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks are burst. And I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well, let's cross that bridge when we come to it, all right? Right now. We have to deal with the stack. That noise! Aye, okay. Alright, the stack. I'm kind of thinking the flare shouldn't be looking like that. No. Main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, okay. It could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. Again. Not if we switch the flare onto the auxiliary gas pipe. If you go over to the processing quad, I can... What? Have you seen it out there? Oh, aye, it's quite nice in here, you know, maybe we should swap. You can't work the controls, Kaz. Otherwise, I, of course, I'd go myself. Christ. But megint nekem kell hier felmetőt. What am I doing? You need to get there and find the diverter valve, main to the auxiliary. It's on the middle floor, flare side. I'll ignite the stack from here. Right. If I can't do it... Then you'll need this. Jesus. I'll be on the tannoy if you need any help. Good luck, Kaz. Great. Abirus. Isten hónaj mankósát. Hát itt nekem, itt mi a fuck? Mert van olyan érzésem, hogy itt nem leszek egyedül. Oké. Aha. Marha jó. És most le vagy fel? Hát valószínűleg le.
Az nem néz ki jól. Basszalák, hova menjek? Valamit basszál már magaddal! Aha. Örülök neki. Te csúnya vagy! Kurva jó. Jó, hogy tűzálló. Nagyon nem. Megpróbál ide bejönni, a kis köcsög. Mi? You can't, because I'm not that fucking lucky. No, it's not working. The gas is blown back toward the rig. I'm sorry, Kaz. I need you to do it manually. It's too dangerous to leave it. You'll have to head out onto the stack. Én egy kibaszott Superman vagyok, srácok, a játékba, úgyhogy... Did you hear me, Kaz? Wave or something so I know you're receiving. Prick. Én is kb. Ezt mutattam volna. Oh, fuck. Jesus. Reméljük, itt lesz a barátunk is. Hogy de lett volna ott? What the hell? Oh! Whoop! Fuck's sake! Jöjj már ki! Gyerünk! I'm
De miért? Az fájni fog. Tudás! Akkor mi a fasznak küldték életbe gyújtani ezt a szart? Hogy kap be? Én kockáztatom az életemet ezért a szaré. Okay, he's carried a fucking torch for you since school. He's always hated me for being the bigger man and for having you in those beautiful fucking wings. Oh, no. Bigger man. You are shitting me, McCleary. You're the bigger man. Do you think your daughter's got more brains and bigger balls than you have? What about the kids? The flat's in your name. You go to Berlin and they just take it away. Listen, Suze, come on. No, no. You just shut it, McCleary. You sit your arse down and you... You just listen to me! How could we not just talk about this? Because I am smarter than you, that's why. And I will not let you... Okay, hát most itt van egy kis fejmosás az asszony részéről. Sort this. Whatever you have to do, I don't care. You sort this or I will leave you, you understand? Seriously, I'm really sorry. Kaz, just enough, okay? Just get out of my sight. Try not to put anyone else in hospital the day, yeah? That might make a nice change for you. Why'd you have to? Suze. Jesus Christ. Oh, fuck. Jeez. Suze. Have I done? Jesus Christ. Ah, you bastard. Okay. Hát nem vagyunk a helyzet magaslatán. Oké, okay, srácok. Szerintem. Elég ennyi megrázkódtatás mára nekünk. Megígérem, pótolom még a... Még a maradék részt, jó? Hát ez izgalmasabb volt, mint az Elden Ring, srácok. Úgyhogy... Nagyon durva, ami itt történik ebben ezen a olajfúró torjon. Úgyhogy, és még mindig nincs menekvés, nem elég, hogy az egy komplett olajfúró torot egyedül kell oda-vissza szaladgálnom. Kompletten az alsó láb, felső láb, leföl, föl, alá, ki a izére, leszakadunk, meghalunk félig, visszamegyünk, borzasztó. Tehát ennyi stresszt egy ember nem tudna a valóságba elviselni. Azta. Úgyhogy, hát folytatjuk majd tovább. A héten megígértem nektek, hogy pótoljuk. Kell egy kis szünet. Kell. Maradjunk annyiba. Úgyhogy, srácok, hát nagyon sok szeretettel várlak a következő epizódba. Benneteket egy újabb borzongás, és bekulázás, és folyamatos meggyötrődés, és... úszás, és kigyulladunk, és leesünk témába, úgyhogy várlak sok szeretettel benneteket a következő játékban, aminek a neve Till Make the Deep. Úgyhogy addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!